2014. február közepén elkezdődött az országgyűlési választási kampány. A kampány azért van, hogy a pártok meggyőzzék arról a választókat, hogy rájuk szavazzanak. A polgároknak pedig joguk van ahhoz, hogy kellő információ birtokában döntsenek. A jelenlegi kampányszabályozás mellett ezek nem teljesülhetnek. 2014-ben a rendszerváltás óta először a politikai verseny méltányossága alapvetően sérül. Kimondhatjuk, hogy a kampány lehetőségei azok most már szűkebbek, mint korábban voltak. Ennek kétféle hatása van, a pártok nehezebben tudják eljuttatni a saját üzeneteiket választópolgárokhoz, de az is egy legalább ilyen fontos szempont, hogy a választópolgár hogyan tud tájékozódni. Mindig is volt a társadalomnak egy olyan rétege, amely aktívan kereste a közéleti információkat, függetlenül attól, hogy kampányidőszak van vagy nem. A kampány az mindig éppen arról szólt, hogy azoknak az érdeklődését is felkeltse, akik egyébként nem kifejezetten keresik a közéleti és a politikai híreket. Az egyik nagy változás az az, hogy azt a keretösszeget, amit a pártok kampányra költhetnek, ezt jelentősen megemelték. 1 milliárd forintot lehet költeni, ez alapvetően egy pozitív változás, mert azt tudtuk, hogy sokkal többet költenek a pártok, mint amennyit lehet, és ez vezetett ahhoz, hogy rengeteg illegális kampányfinanszírozás zajlott a választások idején, meg előtte is. A választópolgárok 20-30%-a bizonytalan, és rendszerint ők döntik el a választások kimenetelét. Az ő esetükben nagyon fontos, hogy a pártok elérjék őket. A kommunikáció legfontosabb csatornái a televízió és a rádió, a köztéri hirdetések, a nyomtatott és az online sajtó. A közmédia az, ahol a pártok viszonylag egyenlő módon reklámozhatnak, de ezt nagyon kevesen nézik, és ez egy viszonylag szűk csatorna. Ráadásul ugye azt is tudjuk, hogy a közmédia az nagyon közel áll a kormánypártokhoz, tehát ők bőven tudják azokat a politikai hirdetéseket, amiket mondjuk az ellenzék közé tesz. A híradó a különböző hírműsorokban végzett mondjuk propagandával ellensúlyozni. A közszolgálati televízió közönség aránya igazából nem több mostanában, mint 10%, tehát ez azért egy nagyon limitált kört ér el. Most már lehetőség van kereskedelmi műsorszolgáltatóknak is közzétenni politikai hirdetéseket, politikai reklámokat, azonban ezt ingyenesen kell tenniük. Itt azért ugye van egy külföldi tulajdonos, vagy hát külföldi vagy magyar tulajdonos, ahol profitelvárások vannak, tehát nem feltétlenül racionális, aktívan részt venni egy ilyen típusú kampányban. A kereskedelmi csatornáknak ráadásul nyilatkozniuk kellett február 15-ig, hogy közzé tesznek-e egyáltalán hirdetést. Ha vállalják, hogy közzé tesznek politikai hirdetést, akkor minden pártnak ingyen kell reklámidőt biztosítani. Ilyen nyilatkozatot a határidőig egyik kereskedelmi csatorna sem tett. A pártoknak marad még a köztéri plakátolás lehetősége, de az erre vonatkozó szabályokat is szigorították. A korábbi években sok felületen lehetett ingyenesen vagy olcsón plakátokat elhelyezni. Ez a lehetőség most megszűnt. Tulajdonképpen most, aki plakátolni akar, az óriás plakát helyeket vásárolhat csak, és ezek nagyjából a Simicska reklámcégek tulajdonában vannak, tehát marha drágán és egy kormány közeli helytől vásárolva lehet csak ilyen plakáthelyekre jutni, szinte minden egyéb plakátolás illegális lesz. Rettenetesen beszűkülnek az ellenzék lehetőségei, miközben az állami kormányzati hirdetésekre nem vonatkoznak ezek a korlátozások. Kimi értelmezése szerint az önkormányzatok tájékoztató hirdetményei, azok nem minősülnek politikai hirdetésnek. Egy ilyen precedens van, ez a Salgó-Tarjáni múzeum tére átadás. Egy tájékoztató hirdetmény arról, hogy 2007 és 2013 között, amióta fideszes önkormányzat van, azóta milyen fejlesztések valósultak meg Salgó-Tarjánban. Viszont megjelenik rajta a Fidesz pártszíne, illetve megjelenik rajta a logója, igaz nem Fidesz van a közepére írva, hanem az, hogy tudta. A kampányszabályok csak a jelölteket indító szervezetekre vonatkoznak, a civil szervezetekre nem. A CÖV tipikus példa arra, hogy egy civil vagy álcivil szervezet kampánytevékenységet folytat, de nem vonatkoznak rá ezek a szabályok. Már most teleplakolták a városokat, a
járműveket, és ezt anélkül tehetik, hogy erről bármilyen módon számot kéne adni, tehát se azt nem látjuk, hogy honnan van a pénz, és se azt, hogy pontosan mennyit és mire költenek. A pártoknak lehetősége van ugyan a nyomtatott és online sajtóban hirdetni, de ezek viszonylag kevés emberhez jutnak el. Bár az egyes területek szabályozásai önmagukban nem feltétlenül jogkorlátozók, összességében a választási szabályok egyenlőtlen versenyt teremtenek. A nyilvánosságnak iszonyatosan nagy szerepe van abban, hogy mit látnak az emberek a pártokból, milyen üzenetekkel találkoznak, milyen arcokkal találkoznak, és egyértelmű, hogy az igazán meghatározó csatornákon nem fognak tudni az ellenzéki pártok olyan mennyiségben szerepelni, mint akár a kormánypártok, akár kormányzati szereplők. Többség által támogatott kormány és ezáltal a kormány által hozott döntések csak akkor tekinthetők legitimnek, ha biztosak lehetünk abban, hogy maga a többség méltányos körülmények között alakult ki, és ez az, ami most megkérdőjeleződik.